Március 13-án kedden reggel jó reggelt önöknek is, Karácsony Gergelynek, az LMP frakcióvezető helyettesének is jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Azt beszéltük itt újságíró kollégákkal a híradó előtt, kedves nézők, hallhatták ezt a beszélgetést, tehát nem a hátuk mögött történt, hogy az LMP népszavazás kezdeményezése két dolgot jelentett. Az egyik az az, amit Orbán Viktor a sajátjukra mondott még a Gyurcsány korszakban, ugye emlékezetes népszavazás időszakában, hogy mindegy mi a kérdés, a kormányról mond véleményt a nép. Másrészt pedig arra is jó, hogyha ezt elfogadjuk, ezt az előző állítást, hogy egyúttal az LMP előre törjön és megmutassa magát, hogy képes megmozdítani tömegeket, még ha talán nem is egy tüntetésen, de mondjuk egy népszavazás kapcsán. Melyik állítás igaz mindkettő, egyik se, vagy valamelyik a kettő közül? Én inkább egy harmadikat mondanék, szerintem a népszavazás arra jó, hogy az állampolgárok közvetlenül ki tudják fejezni a véleményüket. Mi általában véve is népszavazás pártiak vagyunk, tehát független attól, hogy most mit gondolunk a kormányról, és mit gondolunk arról, hogy a kormány, amit csinál, ahhoz van-e társadalmi felhatalmazása, beszélte őszintén a választásokon arról, hogy ő egy ilyenfajta gazdaság és társadalompolitikát szeretné végigcsinálni, vagy nincs. Ettől függetlenül is mi azt gondoljuk, hogy a nagy kérdésekről, az ország számára, a vízválasztó kérdésekről jobb, hogyha az emberek közvetlenül szavaznak. Most ez a népszavazási kezdeményezés ilyen kérdésekről is szól. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kérdések fontosak önmagukban is, de leginkább én azt gondolom ennek a népszavazásnak a tétjének, hogy az a gazdaságpolitika, amit a Fidesz csinál, ami tulajdonképpen arról szól, hogy alacsony munkavállalójogokkal, alacsony bérekkel próbálunk versenyezni tulajdonképpen a periférián, valahogy a tőke kegyeiért, vagy pedig megpróbálunk egy olyan gazdaságot építeni, ami az emberbe való beruházáson alapul, az oktatáson keresztül, ahol a magas munkavállaló jogok azok együtt járnak a gazdaság versenyképességével. Erről szól mondjuk az európai modell, mondjuk Szlovénia ezt az utat járta, és az, hogy most mi lesz például az oktatási rendszerrel, az egy nagyon hosszú távon meghatározó kérdés. Most még meg lehet ezt a folyamatot állítani, most még nem rúgták ki a pedagógusokat, most még nem szántották fel az iskolákat. Hogyha a tankötelezettség leszállításával sikerül megakadályoznunk ezt az oktatási reformot, mert ez tulajdonképpen nem az, akkor egyértelmű lehet, hogy a magyarok nem sorakoznak föl emögött a gazdaságpolitika mögött. Tehát azt gondolom, hogy nem a pártok felül kell nézni ezt a kérdést. Igen, de ez a négy kérdés azért a Fidesz kormányzásának szimbolikus négy kritikai kérdése lehet. Tehát ilyen módon értelmezhető úgy is, hogyha valaki azokat a válaszokat adja, amiket az LMP szeretne látni, akkor egyúttal azokat a válaszokat adja, amik a kormány ellenes gondolkodás válaszai. Minden népszavazásban mindig benne van egy kritika a kormányról, de azért mindig a kérdések mindig önmagukban is fontosak. De nem lenne hatékonyabb ugyanazzal az eszközzel, amivel Orbán Viktor ért hajdanában, hogyha valaki elmegy és a népszavazáson megadja a megfelelő válaszokat, akkor egyúttal megadja a választ Gyurcsány Ferencnek, mondta akkor Orbán Viktor, hogy merre van előre? Hát ugye ez a népszavazás még nincs kiírva, még az aláírásokat gyűjtjük, és nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz akkor a politikai közhangulat, amikor ez a népszavazás meg lesz, valószínűleg mondjuk idén ősszel. Lehet, hogy az emberek bele fogják látni azt a tételt, hogy itt Orbán Viktor fejére önök szól a fogják, dolog. Önök nem fogják súlykolni ezt a tételt? Nem hiszem. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy kialakul egy ilyen helyzet, amikor ez önmagában fogja hordozni ezt a lehetőséget. Nem úgy tűnik azért, hogy Orbán Viktor hatalma az recsegropog a Fideszen belül. Tehát azért ilyen szempontból az analógia nem pontosan áll meg a 4 évvel ezelőttivel. Szerintem az is nagyon fontos, hogy a népszavazás intézményének a becsületét visszaszerezzük, hogy tényleg valóban fókuszáljunk azokra a kérdésekre, amelyekről szólnak, és arra a tágabb összefüggésre, amiről szólnak első körben, hogy egyetértünk ezzel a gazdaságpolitikával, és a harmadik szint, amit vagy hozzáraknak az emberek, vagy nem raknak hozzá, hogy a kormányzáson is szól ez a kérdés. Az biztos, hogy bizonyos szempontból a kormányzáson is kell, hogy szóljon, mert azt gondolom, hogy 2014-ben, amikor valószínűleg a választások lesznek, nem lehet majd leváltani a Fideszt akkor, ha nem sikerül azt a fajta állampolgári szkepszis vagy apátiát, ami most kialakult, időről időre felszámolni. És ez a népszavazás jó arra is, hogy az emberek a sarkukra álljanak, és mondják, és ki tudják fejezni azt, hogy nem lehet velük mindent megcsinálni. Na de most komolyan, amikor ott állnak a standoknál a szép zöld jackiben, akkor az emberek szakpolitikusként írják alá ezeket az íveket, tehát mondják azt, hogy igen, az oktatásügy mai problémái ezért és ezért tarthatatlanok, vagy azt mondják, hogy elmennek ezek, ahogy azt ugye a magyar ember mondani igen, szokta, igen. Amikor a politikáról meginvánul. Tehát, hogy valóban a négy kérdésre akarnak válaszolni az emberek? Vegyesek az érzelmek, nem, és nem is biztos, hogy ezeket külön kell választani. Engem meglepett, elég sokat álltam kint a standoknál én is, hát összeszámolnám munkaórában lehet kiadni egy egész napot, és nagyon sok ember elbeszélgettem, és
gyakorlatilag nem volt olyan aláíró, aki nem tudta volna többé-kevésbé pontosan, hogy mik a kérdések. Tehát azt gondolom, hogy van jelentősége a konkrét kérdéseknek, abszolút van jelentősége, de részben azért is van jelentősége, mert ezzel én azt gondolom, hogy telibe találják a kormány politikáját. Azt a részét, amiről egyébként népszavazást lehet kiírni, hiszen az alkotmányos demokratikus intézményekről nem lehet népszavazást kiírni, meg én azt gondolom, hogy nem várható el minden állampolgártól, hogy ne a saját sorsáért, vagy a gyereke iskoláért aggódjon elsősorban, és csak másodjára a demokráciáért. Azzal, hogyha részt vesz egy népszavazáson, vagy aláírja, ő tulajdonképpen a demokrácia mellett elkötelezi magát, hiszen az egyik legdemokratikusabb eszközzel fejezi ki a véleményét a népszavazásra. Tehát én úgy érzékelem, hogy nyilván valaki egyszerűen az van, hogy nem akarja ezeket látni soha többet az életbe, valaki aggódik az iskoláért, vagy a munkahelyekért. Ezek összekapcsolódnak, hiszen éppen azért gondoljuk, hogy ennek a kormánynak el kell mennie, mert ezt csinálja az oktatásban, mert ezt csinálja a munkaerőpiacon, mert ezt csinálja a demokratikus. Viszont nagyon sokan vannak most is még, akik nem azt gondolják, hogy elmennek ezek, hanem hogy csak maradjanak. És maradjanak a mostani kormány. Velük, amikor beszélgetnek az utcán, akkor ugyanígy a szakpolitikai viták lezajlanak? Tehát ott ugyanazt a fajta érzetet kapják a polgároktól, hogy ők értik ezeket a kérdéseket, csak legfeljebb egyet értenek az Orbán kormánnyal? Olyannal nem találkoztam, nyilván nem jött oda velünk vitatkozni, aki ilyen kormánypárti lett volna, és minden négy kérdésben azt gondolta, hogy nem kéne szavazni. De tényleg nem volt ilyen. Nyilván nem gondolom azt, hogy nincsenek a Fidesznek támogatói, vagy szívesen el is beszélgetnék velük. Olyan volt, aki nagyon cizellált állásponttal rendelkezett, és bizonyos kérdéseket nem írt alá, mert ő abban nem ért egyet velünk. Voltak azt mondta, hogy ebben nem ért egyet. Ez jó, nem? Ez jó, ez mert persze. Mert egy gondolkodó ember, akinek én egy olyan országban szeretnék élni, hogy ezekről a kérdésekről van észszerű vita. Bizonyos szempontból a népszavazás arról is szól, hogy azt a vitát, amit a választás előtt kellett volna lefolytatni, hogy hiszünk-e mi ebben a típusú vadkapitalizmus, amit a Fidesz csinál, vagy pedig szeretnénk egy jóléti demokráciát és egy szelídebb kapitalizmus kialakítani. Erről ezt a vitát most le lehet folytatni. Nyilván ez egy kicsit már ilyen posztfaktum, tehát de a népszavazás szempontjából ennek van egy pozitív hozadéka, hogy lehet tanácsra vitát folytatni ezekről a kérdésekről. Más dolog, hogy az egészben tényleg az a szomorú, hogy szeretnék végre egy olyan kormányt látni, ami nagyjából úgy politizál, mint ahogy megígérte. Tehát nem csak bizonyos kiragadott elemeket megvalósít a programjából, hanem arra kap felhatalmazást, amit csinálni. Taktoborzásra nem használják ezt az aláírásgyűjtést, az LMP-nek nőjön a tagsága? Mert ugye erről itt szintén szót ejtettünk 20 perccel ezelőtt, hogy van 1000 tagjuk. Még annyi sincs, de ennek megvan a maga oka, az LMP egy nagyon lassan fejlődő szervezet, abban az értelemben, hogy nagyon intenzív a párttagoknak a párt politikájában való befolyása, és éppen ezért olyan óvatosak voltunk például a tagtoborzással kapcsolatosan is. Igazából ez a népszavazás akkor lett sikeres, hogyha az LMP nem akarja túlságosan lenyúlni, most nagyon egyszerűen fogalmazva. Hiszen egy csomó olyan szavazóra számítunk, már most az aláírásgyűjtésnél is, akik egyébként az LMP-vel más nagyon sok kérdésben nem értenek egyet. Mi ezeket a kérdéseket nem azért találtuk ki, mert azt gondoljuk, hogy az LMP politikai számítása szempontjából ezek a legjobbak, hanem mert azt gondoljuk, hogy ezek a kulcskérdések Magyarországon, és az aláírásgyűjtésnél is, meg aztán a későbbi kampánynál is próbáljuk az LMP-t egy kicsit visszafogni ebből a folyamatból. Aztán, biztos, hogyha sikeres lesz a kampány, meg maga a kezdeményezés, és lesz népszavazás, és az is az önök szájéze szerint alakul, akkor az LMP úgyis nyer vele. Nyer vele, de nem ez a, tehát tényleg nem ez a lényeg. Az, hogy az MSZP azt mondja, hogy támogatja önöket, de nem telepszik rá, és nem lesz tevőlegesen segítője az aláírás gyűjtésnek, az örömteli? Az, hogy támogatják, annak mi nagyon örülünk, mint ahogy más szervezetek és más pártok támogatásának is örülünk. Egyébként azt gondolom, hogy nyilván a szocialisták is fognak gyűjteni aláírásokat valamilyen körben. Mi ezt elindítottuk ezt a folyamatot, és elengedtük abban az értelemben, hogy bárki csatlakozhat hozzá. Éppen ezért nagyon fontos, persze nyilván az internet nem mindenkihez jut el, de hát ezen keresztül tudunk egy ilyen interaktív kampány folytatni. Mi arra buzdítjuk az embereket, és most is szeretném ezt megerősíteni, hogy menjenek fel a népszavazás2012.hu oldalra, le tudják tölteni az kérdőíveket, alá tudják iratni a barátaikkal, elpostázzák nekünk, és akkor ők is részt vesznek ebben a kampányban. Mi ezt egy teljesen nyitott kezdeményezésként képzeljük el, mi elindítottuk, és bárki csatlakozhat. A szocialisták is csatlakoznak, annak is örülünk, ha más pártok is csatlakoznak, annak is örülünk. De nem szeretném, hogyha ez egy pártok dimenziójában dőlne el. Az az összefogás, amit most fel kell mutatni Orbán Viktorral szemben, az elsősorban egy társadalmi összefogás kell, hogy legyen. Ezeknek a kérdéseknek a mentén egyfajta társadalmi koalíciót kell létrehozni. Na végezetül egy teljesen másik dolog. Lázár János tegnap azt vetette az önök szemére a parlament folyosóján egy interjúban,
hogy amennyiben a saját elképzeléseik mellett sem állnak ki, akkor miért gondolják azt, hogy a Fidesz majd ki fog állni az önöké mellett? Itt az ötpárti egyeztetésről van szó. Különböző kérdések mentén ajánlja most fel a Fidesz azt, hogy az ötpárt üljön össze és egyezzenek meg a közös többszörösben. Mondják azt, hogy néhány LMP-s javaslatot is elfogadnának, ha hajlandók lennének velük tárgyalni. Az egyik fontos kérdés, ugye ez a kampány meg pártfinanszírozás kérdése. Tavaly májusban az LMP első törvényjavaslata volt, ezt én nyújtottam be, ami erről szólt. Azóta ott van az asztalon. Tegnap egyébként leszavazták, hogy napirendre kerüljön, és egyébként korábban még 20-szor leszavazták, hogy napirendre kerüljön. Én azt gondolom, hogy az, hogy a, mondjuk az alkotmányozási folyamatnál, de bármilyen más törvénynél pontosan lehetett látni, az, hogy mi ott vagyunk-e, érvelünk-e, benyújtunk-e egy rakatnyi módosítót, az őket rohadtul nem érdekli, és most se fog érdekelni. Őket egy dolog érdekli, most már ledarálták a magyar demokráciát, kész van a nagy művük, és ugye az alkotó most pihen, és úgy csinál, mintha minden rendben lenne, és konszolidálni kell a helyzetet, és ehhez az ellenzékkel ilyen pogácsa evő versenyzésben leülünk és tárgyalunk az asztalnál. A parlamentben kell tárgyalni, könyörgöm, és a parlamentnek kellene olyan házszabályt alkotnia, amiben az ellenzéki véleményeket nem lehet kikukázni azzal, hogy egy nap alatt elfogadnak bármilyen sarkatos törvényt. Tehát, hogyha őket komolyan érdekli... Sírva könyörök, hogy hagyja ki ebből a dologból őt. Lehet. Tehát, hogyha komolyan érdekli az ellenzék véleménye a Fideszt, akkor ennek ebből bizonyos dolgoknak következnie kell. A látszat egyeztetésből ez magyarán Lázár János hiába várja önöket az asztalnál. A parlamentben ott leszünk, az asztalon akkor leszünk ott, hogy a parlamentnek olyan játékszabályi lesznek, ami értelmesé teszi a munkát. Egyébként nincs miről beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm, hogy kérdezik.